Az emelt szintű tétel 5. kísérletét fogom bemutatni. Oldhatóságot fogunk vizsgálni, és ez alapján fogjuk megkülönböztetni az anyagokat. A tárcán látható sorszámozott kémcsövekben 3 ismeretlen anyag található, etilacetát, sembenzin és etanol. Ezeket kellene a tárcán található egyéb anyagok segítségével megkülönböztetnünk. Üres kémcsövek állnak rendelkezésünkre, illetve desztillált víz, valamint lóoldat van a tárcán. Az anyagok oldhatósága az oldhatóság alapelve alapján apoláris az apoláris oldószerben, a poláris anyagok a poláris oldószerben oldódnak. Az ismeretlenek ugye etilacetát, amelyik az észterek csoportjába tartozik, úgyhogy ő apoláris anyag. Az etanol, vagy más néven etilalkohol, hidroxil csoporttal rendelkezik, az alkoholok csoportjába tartozik, vízzel és apoláris anyagokkal egyaránt jól oldódik. A harmadik anyagunk pedig a sembenzin, amelyik apoláris molekulájú anyagoknak a keveréke, ezért csak apoláris oldószerben oldódik jól. Nézzük akkor meg most, hogy először melyek lesznek azok, amelyek vízben oldódnak. 3 üres kémcsőbe rakjunk egy kevés vizet. És nézzük meg, hogy az ismeretlenek közül melyik oldódik vízben. A kémcső tartalmának a felét a vízhez öntöm, a kémcső tartalmát összefelszik, és látjuk, hogy egy szintelen fázis keletkezett, ez azt jelenti, hogy az első anyagunk az oldódik vízben. Nézzük meg a második anyagot. Rázzuk meg a kémcső tartalmát. Láthatjuk, hogy éppen szétválik egymástól a két szintelen anyag, két szintelen fázist láthatunk egymáson. Ezek szerint a második anyagunk nem oldódott vízben. Nézzük meg a harmadikat. Itt is megkezdődött a fázisoknak a szétválása. Két szintelen fázis fog egymás felett elhelyezkedni, ez sem oldódott. Jó, ezek szerint akkor ugye a 3 anyagból egy oldódik, vízben 2 nem. Az előbb megbeszéltük, hogy az etanol az, amely apoláris és poláris oldószerekben egyaránt oldódik. Ezek szerint ugye az egyes kémcső tartalma az, amelyik vízben jól oldódott, úgyhogy az egyes kémcső tartalmazza az etilalkohol. Most feladatunk, hogy a 2-es és a 3-as kémcsövet megkülönböztessük egymástól. Az egyikben etilacetát van, amely ugye az észterek csoportjába tartozik, a másikban pedig sembenzin, amelyben apoláris szénhidrogének keveréket található. A szerves anyagok jól megkülönböztethetők egymástól jód segítségével. A lugor oldat az a jódnak egy oldata. Ha ebből cseppentünk mindkét kémcsőbe, akkor a jód ugye apoláris molekulákból áll, ezért mindkét oldószerben jól fog oldódni. Látjuk, hogy a második kémcsőben sárgás-barna színnel oldódott jól, a harmadikban pedig ilyen lilás színnel. A jód kiválóan alkalmazható arra, hogy oxigén, illetve oxigén nem tartalmazó szerves anyagokat egymástól megkülönböztessük, mivel a jód molekulái az oxigén tartalmazó molekulákban az oxigén nem kötő elektronpárjával kölcsönhatást létesítenek, így másképpen fogják törni a fényt. A 3-as kémcsőben a lila színnel oldható anyag látható, a jód azokban az anyagokban oldódik lila színnel, amelyek oxigént nem tartalmaznak, ezek szerint akkor a sebbenzin volt a harmadik kémcsőben. És azokban az anyagokban, amelyek oxigént tartalmaznak, azokban barnás-sárgás színnel oldódik, ezek szerint ugye az etilacetát észtercsoportot tartalmaz, amely oxigént tartalmú, ezért ilyen színnel oldódott.
Tudjuk, hogy az etalon hidroxilcsoportot tartalmaz, az előbb ugyan már megkülönböztettük, de ellenőrzésképpen akkor megnézhetjük, hogy a jód ebben is ugye ugyanolyan színnel kell, hogy oldódjon, mint amilyen az oxigén tartalmakban, azaz ilyen sárgás-barna szint kell, hogy mutasson. Jó, és látjuk is, hogy szintén sárgás-barna színnel oldódik az etanol. Az első kémcsőben etilalkohol található, sárgás szint láthatunk, mivel a jód az oxigén tartalmú szerves anyagokban sárgás-sárgás-barna színnel oldódik. A második kémcsőben etilacetát látható, szintén sárgás szint láthatunk, hiszen az etilacetát is oxigén tartalmú vegyület, ezért a jód szintén sárgás színnel oldódik benne. A harmadik kémcsőben sem benzint található, ez oxigént nem tartalmaz, ezért a jód lila színnel oldódik.